A telkibányán élő fiatalok szerencsések, gyönyörű természeti környezetben egészséges levegőn élik mindennapjaikat. Ám ezek a gyerekek azt is nagyon jól tudják, ahhoz, hogy mindezt a szépséget meg tudja őrizni a falu, tenni is kell. A település önkormányzata és a helyi általános iskola az új Széchenyi terv egyik pályázatának segítségével éppen ezt a fenntarthatóságot szeretné erősíteni. Ifjúsági közösségfejlesztési programjuk egyik alappillére a környezetvédelem. A helyi általános iskola örökös ökoiskola, így az itt tanuló diákoknak már bőven van tapasztalatuk abban, hogyan óvják, védjék lakóhelyük élővilágát. Arra tanítottak minket a tanárok minden órán, hogy amikor látunk egy szemetet, akkor szedjük föl, dobjuk be a kukába, hogy ne legyen szemetes a falu, hogy szép környezetben éljünk. Minden évben szoktak hozzánk járni az Aggteleki Nemzeti Parktól. Előadók tartanak előadást, van, amikor egész nap elmegy ebben, de van, amikor csak egy-két óra. A földnapján a gyerekeknek az Aggteleki Nemzeti Park munkatársa tartott előadást. A földnapi foglalkozás csak egy része annak a programnak, amelyet az elmúlt évben indított a település, és ennek célcsoportja az ifjúság. Telkibánya polgármestere szerint fontos, hogy a településen élő gyerekekkel, fiatalokkal célzott programokon keresztül foglalkozzanak, és ennek egyik alappillére a környezettudatos életmód. Ifjúsági közösségfejlesztési program zajlik Telkibányán. Tavaly indítottuk, és ez év végéig tart. Ennek egyik része a környezetvédelmi szemlélet és a fenntartható fejlődés feladatkörének a megismertetése a gyerekekkel. A telkibányai gyerekeknek ez nem teljesen idegen, hiszen évek óta ökoiskola, sőt most már örökös ökoiskola vagyunk. Az ökoiskolában meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek, de része a programnak a hagyományőrzés, az épített környezet védelme is. Ennek fényében minden korosztálynak más és más programokat kínálnak, emelte ki a projekt szakmai vezetője. A tevékenységek az így korosztályokra vannak bontva, 6 évestől 14 évesig az jelentősen az általános iskolásokkal foglalkozik, és itt az iskola területén zajlik a legnagyobb része. Ezen kívül a hétvégéken a középiskolásokat szeretnék bevonni az ilyen tevékenységekben, nekik van szombatonként foglalkozás, illetve havonta egy alkalommal a még idősebbeknek, akik már túl vannak a középiskolán, de még nem is igazán dolgoznak, és keresik még a helyüket, nekik hagyományőrző foglalkozásokat tartunk. A telkibányán élők büszkék arra, hogy egyre több turista is felfedezi vidéküket, a határ közelsége miatt szívesen kirándulnak ide Szlovákiából is, ezért programjukban kiemelt helyet kap a pihenőhelyek, turista útvonalak megtartása, tisztántartása.